A Magyar Lovas Terápia Szövetség idén-nyáron is táborokat szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovas Terápiás és Oktató Központjának foglalkozásaira járó gyerekeknek, így az iskolaszünet idején is találkozhatnak kedvenc lovaikkal és játékos fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. A részletekről Gárdonyi Ágnes kolléganőm kérdezi vendégét, őt kapcsoljuk. Szervusz, Ági! Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz! Most zajlik az első kurzusa a Fóti Lovasterápiás Tábornak, és jelenleg éppen Alagon vagyunk, de hogy mit is csinálnak itt a gyerekek, azt már Kövesi Eszter pszichológus lovasterapeutától kérdezem. Szervusz, ma milyen program vár a gyerekekre? Majd nagyon izgalmas programunk lesz. Szerdán, ugye a tábor közepén eljöttünk kirándulni Alagra. A Kincsenparttól kaptunk egy meghívást, hogy körbemutatják nekünk itt a lovardát, a telivéreket, és esetleg kipróbálhatunk egy lovasszimulátort is. Ennek az első hétnek mi a tematikája, milyen gyerekek vehetnek itt részt? Ez elsősorban egy pszichológiai lovasterápiás és művészetterápiás program, úgyhogy ennek a keretein belül fog eltelni az egész hét, ilyen feladatokat csinálunk. A gyermekek pedig általában hozzánk járnak terápiára, lovasterápiára, vagy jártak a múltban, vagy pedig a közeljövőben fogják kezdeni a terápiájukat. Te személy szerint milyen foglalkozásokat tartasz a gyerekeknek? Én tartom délelőként a pszichológiai lovasterápiás foglalkozásokat, és ez végül is a lényege az, a gyermekek együtt dolgoznak csoportban vagy párban a ló segítségével együtt, és velük csinálunk különböző feladatokat. Beszéljünk még egy kicsit a gyerekekről, milyen korú gyerekek vehetnek részt ebben az első kurzusban, és milyen problémákkal rendelkeznek. A legkisebb gyermek 7 éves, a legnagyobb 15, úgyhogy elég tág így igazából az, hogy milyen korosztály vesz részt. Általában ők mind terápiára járnak, amit mondtam, különböző problémákkal vannak köztük, szorongó gyermekek, figyelemzavaros gyermekek, teljesítmény problémával küzdő gyermekek, de ugyanúgy speciális nevelés igényűek, autizmussal élők, de akár mozgáskoordinációs vagy beszédfejlődési problémával rendelkező gyerekek is. A hét további részében még milyen programok várnak a gyerekekre? Igazából ez volt az a mai nap, amikor egy különleges kirándulást tettünk, de a hét úgy néz ki, hogy minden délelőtt van pszichológiai lovasterápiás foglalkozás, amikor minden esetben lóval játszunk együtt, illetve különböző feladatokat oldunk meg, délután pedig művészetterápiás programunk van, amit egy művészetterapeuta lány tart, Király Darinka, és akkor alkotnak a gyerekek, akkor elszabadulhat a képzelő erejük, a fantáziájuk, és ehhez is mindenképpen lovak segítségével történik. Miért pont a lovak? Miben tudnak ők segíteni a gyerekeknek? Hát ez egy nagyon komplex kérdés, de a ló igazából egy olyan segítőtárs és barát, aki feltételek nélkül elfogad minket, aki örömmel fogad mindenféle ingert, ami kívülről érkezik, és mindig egy ilyen objektív tükröt tart elénk. Tehát a lovasterápiában nagyon fontos, főleg a pszichológiai lovasterápiában, hogy mindig azt kapjuk a lótól, ahogyan mi jelen vagyunk vele. Még 3 kurzus kerül majd megrendezésre, ezek miről fognak szólni? Ez 3 különböző tábor lesz, általában gyógypedagógiai lovasterápiára járó gyerekeknek. Lesz egy olyan tábor, ami külön autizmussal élőknek lesz megrendezve. Lesz egy tábor, ami farmterápiáról fog szólni, tehát a gyermekek ott a lovardában dolgoznak majd, segítenek a ház körül, megtanulják, hogy ez miről szól, illetve lesz egy, ami kifejezetten nagyon kicsiknek fog szólni, magáról a lóról, hogy megismerjék őket, hogy milyen is ez a csodálatos állat. Kövesi Eszternek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Tehát nagyon izgalmas programok várnak még ezekre a gyerekekre. Nagyjából 50-60 gyerek vehet részt a 4 kurzuson összesen. Gárdonyi Ágnesnek és vendégének nagyon szépen köszönjük.